Sziasztok! Ma veszi kezdet így az első túra, amire is fogok menni. Felvettem túrázást a tárgyfelvételkor. Szóval most úgy döntöttem, hogy elmegyek az első túrára, illetve a második túrára. Vettem egy kis kaját magamnak a kedvenc végségemben. Szóval nagyon jó lesz szerintem. Hát nyilván az első fordulónál már rossz irányba fordultunk, de gyorsan rájöttünk, hogy merre kell menni. Szóval, ez most úgy néz ki, hogy ilyen csodálatos dombokon kell feljönni, de legalább ilyen jó kis kilátásunk van mindenfelé. Hogy érzitek magatokat? Dávid? Csodálatos. Túl vagyunk már kettő ellenőrző ponton. Kb. 5 kilométernél tartunk a 20-ból, de kezdem úgy érezni, hogy az energia szinten már lecsökken, mondjuk innen ide. Szóval még ezt a 15-öt ki kéne bekelni valahogy, de túl leszünk rajta. Most ez egy kis mélypont, aztán majd innen már csak felfelé lehet. Ide értünk a harmadik ellenőrzőpontra. Milyen jót makarénáztunk. Kedves nézőink, nagyon jól állunk, már az 5. állomást is teljesítettük, és nincs megállás, újabb energia löketet kaptam, remélem a társaim is, mit nyilatkozol? Megállás az nincs. Elértünk az utolsó előtti állomásig. Mindjárt mutatom is, hogy milyen jó kis kilátás van. Menni kell tovább. Jaj, szurkoljatok még erre a nektek pár percre, nekem több percre. Szóval úgy döntöttünk, hogy lefutjuk a maradék távot, mert úgyis lefelé megyünk csak, és már nincs kedvünk tovább sétálni. Mindjárt odaérünk, megvan az összes izénk. Lesétáltunk, felfutottuk az a 20 kilométert, minden ellenőrző ponton volt minden. Ezek lettünk volna mi. Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Szép jó reggelt! Amint látja, még elég kora van. Ennek az az oka, hogy kezdetét veszi a második fázisa a túrázási sornak. Szóval most Gödöllőre kell mennem, és ott fogok lenyomni egy jó kis 20 kilométeres túrát, hogyha minden jól megy. Képzeljétek el, hogy most fogok először híven utazni. Egyelőre nem a kedvencem. De értünk Gödöllőre. Megkaptuk a kis térképünket. Haladunk most el egy vadaspark mellett, és nagyon kis cuki szarvasok vannak itt. Itt megmutatom nektek. Túl vagyunk az első állomáson. Jöttünk már 1,8 kilométert. Szóval megvan az első kis pecsétünk. Ott van. Még vissza van kb. 20. Hát nincs a legmelegebb, az biztos, szóval nem véletlen, hogy így be vagyok öltözve. Túl vagyunk a második ellenőrző ponton, szóval már csak 4 van vissza. Amúgy azért jók ezek a túrák, mert így legalább mondjuk ide jön egyedül, és akkor találkozok random emberekkel, aztán együtt végünk a túrát. Thank you.
nem tetszik, hogy van szemét az erdőben. Miért kell ilyen szemetesnek lennie mindennek? Nem, ez nem helyes. Nagyon jó kis túrahelyeken kell átjönnünk, szóval eléggé izgissé tették nekünk a kis akadálypályával a túrát. A harmadik ellenőrző pont is kipipálva, szóval most már csak kettő ellenőrző pont és a cél. Szerintem nagyon jó tempót megyünk, ugye Balázs? Igen. De most kicsit belassítottunk, így van, szóval most újra nekilendülünk, hogy ez ne csak ilyen kis laza túra legyen, hanem igazán sportosan teljesítsük, amit kell. Már a negyedik ellenőrző pontot is megjártuk. Szóval most már csak egy ellenőrző pont plusz a cél van vissza. Viszont kiderült, hogy ez a leghosszabb fal. De nem baj, most már szerintem azért egész kellemes lesz. Balázs, valami vélemény. Még a fele hátra van, de nagyon jó. Hát eddig kicsit az volt a problémánk, hogy a betonúton közlekedtünk, ami nem volt olyan túraszagú. De most szerencsére már visszatértünk az erdőbe. Egy fokkal természet közelébbnek érzem. Bár az előbb jöttünk végig a Jinjan. Ami nem az én cipőmnek volt tervezve. Hát azért nézzétek, hol haladunk. Derékig érő növényzet. Vagy hát nekem ez már kb. Az államig ér inkább. Ez már biztos, hogy természet közeli. Kezdem magam kicsit úgy érezni, mint valami erdőlakó lennék. Szekérút! Hello! Túl vagyunk az utolsó ellenőrző ponton is. Most értem el arra a pontra, amikor azt érzem, hogy mindjárt meghalok. És kiderült, hogy még 4 kilométer van, szóval ez így növelte az elkeseredettségemet. És ráadásul megint homokon megyünk, ami szintén nem tetszik. Legalább megmutatom, hogy azért ez nem csak móka és kacagás, nem néha szenvedünk is. Most az fog történni, hogy a rövidített úton megyünk. Átjöttünk a korlátom, szóval most már csak lemegyünk a lépcsőn. És akkor már ugyanazon az úton leszünk, amin jöttünk. Megvagyunk! De jó érzés! Végre visszaértünk, szóval van az összes állomásunk. És itt vagyunk a sulinál. Igen. Szóval most már tényleg itt vagyunk. Vége a túrának, és nagyon örülök, hogy vége van. Nem, hogy nem volt rossz, Balázs, te mit mondasz róla? Egész jó volt, csak a vége már nehezem meg. Igen, ezzel együtt tudok érteni. Most már hazamegyek mindjárt, aztán vége.